Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép hétfő délelőttöt, üdv Polip, Fingilingi, valami jó név, Kovi, szevasz, Kálmer, Legolász, Barna, üdv Mamut, Gizmodionka, Girosz, cső mindenkinek. Visszatértem, hashtag visszatérő stream, elképesztő hype, nem voltam 4 napig, összeomlott a világ, nem? Srácok, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt vagytok. Hát folytatjuk tovább a Dying Light-ot. Amúgy, mintha mi se történt volna, de a legfontosabb, hogy egybe visszaértem ide, a jól megszokott komfortzónámba. Tehát, hogy mindenhol jó, de a legjobb a számító előtt. Nem csak viccelek. De egyébként volt egy kis szabadság most így a hétvégén. Nyilván azért mondom, mert annyira sokáig voltam távol, hogy valószínűleg az emberek 90%-a nem tudta, hogy nem voltam. Ami teljesen jó, de... Hát általában én egy hétvége alatt is így furán érzem magam, vagy után, miután hétfőn leülök, hogy úristen, vissza kell térni a rutinba, most meg. Így kimaradt 4 nap, azt se tudtam, melyik gombbal kell bekapcsolni a számítógépet, de semmi gond, majd belejövök, srácok. Remélem mindenkinek egyébként kellemesen telt a hétvége, néztetek rengeteg vodot, más streamereket, rájöttetek, hogy sehol nem olyan jó, mint itt, és akkor... viccelek. Szia Nara, sziasztok, hello, hello, üdv mindenkinek. Egy napnak tűnt. Ugye repül az idő, amikor nem fárasztom az agyatokat. Tudom én, hogy ez milyen. Na most arról ne is beszéljünk, hogy egyébként így a háttérben mennyi minden béta jelen pillanatban, mert hogy nyilván ugye nyár közepén elkezdtem a chatbotot újra programozni, meg egyébként a teljes setupot átalakítani helyenként, úgyhogy na így pláne fura volt ide ülve, hogy hol hagytam abba? Melyik parancsokat csináltam? Melyiket nem csináltam meg? Mindegy, majd ha egyszer minden elkészül, akkor úgy is szólok róla, hogy mi az újdonság, így meg streamről streamre észre lehet venni, hogy apróságok változnak, és próbálunk egy kicsit jobb közösségi irányba elmenni majd a fejlesztésekkel, de hát erről majd később. Ha valakit érdekel, egyébként Egerben voltam, vagy hát Eger mellett a Bambara Hotelben. Voltam a kis családommal, barátokkal, posztoltam Instára, hashtag kövessébe, egy kicsit kikapcsolódni, bár hozzáteszem amúgy, és ezt valószínűleg csak a gyerekes szülők érzik át, vagy aki már túl van a kisgyerekes időszakom. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mikor kisgyerekkel mész nyaralni, mint egy edzőtábort, hogyha ez így meg... Tehát, hogy Várod, mert kimozdulás, új ingerek, kaland, de azt azért nem mondod, hogy kipihenve jöttél haza. Tehát, hogy fasza volt, király volt, élmény volt, de így az egy pihenésnek nem neve, tehát az nem a megfelelő szó, de azért király volt egyébként. És hozzá kell tennem amúgy, hogy ilyet ritkán szoktam csinálni, de meg kell dicsérjem a közösség tagjait, benneteket már, akit érint nyilván, mind a személyzetet, mind a felnőtt vendégeket, mind a gyerek vendégeket, mert nem kellett kinyírjak senkit. Nagyon féltem, hogy több embert meg kell majd öljek, de nem kellett. És kifejezetten tisztelettudó és kedves volt mindenki, senki nem jött oda basztatni, amikor a gyerekkel voltam. A legtöbben csak köszöntek és továbbmentek, hogy cső ne szállj. Tényleg, teljesen meglepődtem, hogy nem kellett vér folyjon, mindenki abszolút teljesen korrekten kezelte a dolgot, és amikor egyedül piáztam a bárba, akkor jöttek oda képet kérni, meg beszélgetni, kurva jó volt. Tehát, hogy ilyen még nem fordult elő, hogy kértem valamit, és megtörténjen, de megtörtént, és tényleg, tehát, hogy teljesen abszolút pozitív csalódás volt, hogy tényleg mindenki kurva jó arc volt, és senki nem baszogatott, amikor a gyerekkel voltam. Úgyhogy tényleg, köszönöm szépen. Isten áldjon titeket, ilyen sose legyen rosszabb. Magyarország jobban teljesít. Igen, de nem, tényleg olyan rendes volt így mindenkitől, hogy nem basztatott, amikor a gyerekkel voltam. Ez teljesen, tényleg. Jó esett, hogy jó érzés volt. Csak nálam van köszörű hang. Az mit jelent? Update-elt a Windows, tehát lehet, hogy minden szar. Ja, hát a hangeffektet nem értitek. Hát most már nincs nyilvánozás, észrevették a változást. Srácok, hol jártunk? Sophie,
Acceptance, Darth Magi, Johnny Hero, Norbert Bét, köszi a feliratkozásokat, Norbert, köszi a dupla 500-as csírt, Sophie, Bella, Utomi, Saint King, Gizmodionka, Balatoni, köszi nektek is, Gozaret, Firesami, Zolkis, Nagy Ádám, Kellyman, nagyon szépen köszi a supportot, srácok. Fúró hang van, nem, itt köszörű hang van, hát itt köszörülnek a háttérbe. Ráadásul, hogyha moderátorunk is lesz itt, bár szerintem mindenki pihen, hogy már elszokott a streamtől, akkor még egy dolgot tudok mutatni itt az apró bot fejlesztéseink kapcsán, de szerintem Martin is még teljesen ki van feküdve, úgyhogy na. Nem elég, hogy hétvégén a szomszéd flexelt, még te is. Elnézést, csak a baj van velem. Na jó, akkor nem is mesélek többet, nincs is mit egyébként. Folytatjuk tovább a The Following DLC-t, így reméltek túl pihentem magam, és annál jobban fog működni a parkúrozás. Martin streamel tegnap este, azért nincs itt, basz meg. Folyamatosan streamel, azt nem tud aludni. Na pergessük a videójátékot, srácok, lássuk, hogy az hogy működik. Működik-e? Na Martin úton van a melóba. Martin, tegelj meg a cseten! Köszi Facsi, köszi Pifta. Van, aki az értesítésre kelt. Hát bazzeg, de jó dolgotok van. Szia a videó reggelt. A Martin idegeit megtépte a Sekiro. Hát az... az nehéz. Látom, hogy kipihented magad, szépek a karikák a szemed alatt. Hoppá! Hallottad a gitár hangot? Abban a példában a moderátorok tudnak gitározni velem. Best feature EU. Double XP van! Na mi, srácok, hát erre kell visszajönnek? Dupla XP, teljesen jó. Na, folytassuk tovább a mi kis történetünket, amit... hát mondanám, hogy hol hagytunk abba, de igazából annyi minden történt, hogy nehéz lekövetni, hiszen ugye side missziókat csinálunk. Talán a legfontosabb annyi, hogy ugye rájöttünk, hogy ez a kék gáz, amit használnak az arctalanok, illetve a Mother, tulajdonképpen az szedálja le a zombikat, és teszi immunissá az itt élő embereket Haran mellett. Úgyhogy ennek a misztikus gáznak kell a végére járni, hogy ugye ellenszert tudjunk készíteni. Hogy így visszaessünk a Dying Light világába. Fíros, köszi neked is a feliratkozást. No. Azt mondja, hogy... na, nézd meg, hogy hintázik a csimota. Hello? Na jó, megy szájba, ne rúgjál. És feküd, kész. Kaptam, haltam. Anyát szemtelen mindenségi. Na. Azt mondja, hogy... hogy állunk a küldetésekkel, mert annyi van. Érd el a barlangot. Jó, akkor tulajdonképpen van most main missziónk, és a végére tudunk járni itt a dolgoknak. Igen, mert ugye elveszett a szállítmány, tehát most nekünk ezt a gyógyszert meg kéne szerezni. Jó. Megnézem a kraftolást gyorsan, hogy hogy állunk. DIY gránát van nálunk, fegyvereink vannak. Talán nem lesz gond. Azt tudjátok, hogy amikor két nap kihagyás van a hétvége miatt, akkor is alig rázódok vissza a játékba, most meg így azt se tudom, hogy tényleg hol áll a fejem, de beülünk a személygépjárműbe, és megyünk küldetésezni. Nem tudok megjavítani semmit? Eléggé szétesőben van a kocsi, az a baj. Ja, hogy ezeket már meg se tudom javítani. Aha. Srácok, fixen mondom nektek, be fog szarni a kocsi. Eljött az ideje, hogy beszarjon alattunk a Verda. De nem baj. Ilyen is kell. Na. Csapassuk. Menjünk éjszaknak. Hui! Jézusom! Mi ez az agresszió? Ezek egyből elindultam, azt itt rámugranak 8-an. Nagyon meg vannak vadulva.
Vina, listen good while this damn thing works. I know what's going on. Telefonálnak is közben. They have something 100 times better than Antizin. The good news? Ja, végre elértük Lénát. The bad news, I need to find it. Ugye ő a Haramba, a városban. Ő a kontaktunk. It's the best chance for all of us. I understand, Kyle, but please hurry. Ow. Igen, hogy elmondtuk a csajnak. Keep your fingers crossed. Elmondtuk a csajnak a városba, hogy tulajdonképpen az Antezinnál egy sokkal jobb gyógyszert találtunk ezzel a füsttel. Úgyhogy ebből akarja tulajdonképpen ezt a krízist megoldani Kyle. Mert ő meg azt kérte, hogy siessünk, siessünk, mert otthon... Na? Otthon meg kifogyóban van a jóság. Hogy lehet visszaállítani? Tessék. Nagyon random jöttem. Itt van egy út éjszakra, de nem az kell, itt végig kell menjünk egyenesen. Azaz. Geri, köszi neked is a 31-et. Köszi, köszi. Bocs, bocs, fiú! Elnézést! Katona zombik, bocsánat. Átutazóban csak. Köszönöm szépen. Valahol itt csapni kell majd egy jobbost. Elvileg, itt talán. Kire mentem rá? Egy mérgező hordó az arcomba spriccel. Hello, bocsi, hello. Na, és itt jobbra vagy balra? Jobbra. Megint fölmegyünk a hegyek közé, szerintem, ahogy nézem. Ja nem, csak így be a barlangba. Oké. Okay. Szépetek! Anyád, picsáját, nem vagyok ehhez hozzászokva most. Lehetne egy kicsit lassabb tempóba emberkedni? De milyen gázrobbanós fejük van, látjátok? Kék füst jön a zombikból. Aha, ott benn is ez a gáz van. Tehát elvileg a barlangban nem fognak megtámadni, mert ahol az a gáz van, ott nem harapnak annyira. Jó. Na látjátok, így, hogy már nincsen sub meg cheer spam, kevésbé idegesítő a hangeffekt. Csak amikor folyamatosan spam... Melő. Na! Halljál már el, fiam! Isten áldjon meg! Na. Jó. Hátulról nem jönnek, itt a kocsi rendben lesz, ez az. Támadó vagy? Nem nyugtatott le a füst? Nem, ő nincs beszívva. Az azonnali kiszabadulás, az egy jó skill egyébként. Miféle tüzes bökő ez, főnök? Hát! Best fegyver, EU! Igazából nem is kell lecserélni, csak majd most, amikor nem tudjuk megjavítani. Csihadjál le! Azaz! Ott csihadtok! Hogy be vannak szarva, tök jó. Na! Közben kaptunk képzettséget, sofőr szint. Akna adagoló. Aknákat lehet kidobálni a kocsiból? Ez egészen érdekes. Megerősített ketrec. Aha. Nitro. Jó, próbáljuk ki a nitrót, mert azt mindenki látni akarja, mert az vicces. Mit szólok Pistiék új irodájához? Á, szar! Mit szólnék? Twitteren megosztottam. Szerintetek? Hogy mit szólok? Megyek majd le. Nem sokára. Aztán szemügyre veszem személyesen is, mert én is csak a látványterveket láttam meg a videót. Annó. De hát nyilván király, meg örülök neki. És most, hogy benn vagyok a barlangban, amúgy mi a feladat? Nem ez. Ez is egy jó terv volt. De itt ez innen szivárog a talajból? Én azt hittem, hogy ez nem természetes gáz. Hello! Az... Anyád, itt... Ne verekedjél! Úgy. Ah, nagyon hatékonyan működik a kardunk. Aha. Yeah, I watched it go down. It's worth checking for survivors. Aha. Itt zuhant le a repülő, emlékeztek. Hello! Lehet, hogy azt a küldetést is egyúttal meg kell csinálni. Csak itt azt nem nézem, hogy ez a barlang merre visz. Nagyon zsákutcának tűnik ez a barlang. Nem tudom, hogy... Aha. Most már nem nagyon látok semmit. Arról jöttem, akkor erre megyünk, ez az. Gránát.
Haló? Annyira feelinges ez a halk zene a háttérben, amikor átjutsz egy új szobába. Beleszaladtál. Te is. Hoppá, mögöttem is van valaki! Ouch! Mitől kaptam ekkora pofon? Jó, nyugi, mindenki él. Igadjatok le, srácok, minden rendben van. Ez az. Cső, Aquila! Aha, innen szivárog a füst a katonai terepjáróból. Vagy legalábbis úgy néz ki. Ah, teljesen be vagyok 420-azva én is. Aha, itt kiborult a felszerelés. Érdekes. Na, most már nem kíváncsi, mi lesz az eredete ennek a gáznak. Haló? Mi ez valami titkos katonai bázis? Mi ez a sok terepjáró? Hogy csak ide vitték el a lopott cuccot. Vizsgáld meg a katonai konvojt. Hello? De hogy változtak át a katonák? Arról volt szó, hogy a gáz megóvja őket, de mégis itt minden katona át van változva. Itt egy arctalan. Nem, valószínűleg akkor itt támadták meg őket. Hát ez így van, nem túl meglepő. Valahol itt szól egy rádió. Mayday, mayday. A célcső. Honnan szól? Hátulról szól a izébe, a raktérből? Aha. Várjatok, gránátot lopom. Haló? The goods are damaged. The goods are undamaged. Ja, undamaged. Aha. Elvileg a szállítmány az oké. Okay. De akkor hol van? Igen. Jó van, undamaged. Ne spameljél már itt a rádióba. Ez itt nem az, ami kell nekünk. Haló? Hova dugtátok a szaftot? Nem, itt már beomlott a barlang. Nem tudom lecsapolni se. Valahol pedig bel lesz, amit keresek. Nem tudok kapcsolatba lépni itt a rádiózó kollégával? Egész sokáig tartott az első alkalommal, hogy elakadjunk. Semmi baj, meg lesz. És a szétverem, mert nem, nyugi. Hát, hogy rá kell nyúljak az utolsó testre is? Ah! Oh! Még ide is elér Race-nek a keze? Ah, meg kell vizsgálni az utolsó testet is. Listen, be on the lookout for orange uniforms, or a symbol, three horizontal stripes. Excuse me? Rice, the bandits in here, these are Rise's thugs. They're worse than the undead. What happened in Haran? That's mostly their fault. Oh, I see. Thank you, Kyle. I'm sure that information will prove useful. Jó. Ez akkor annyit tudtunk meg, hogy ez az egésznek. Ez az egészhez még itt is köze van Race embereinek. Úgyhogy ők azok, akik valószínűleg lopják itt az ellenanyagot, amit a szektások használnak. Összefutnak a szálak. Összefutnak az...
Így gyorsabb volt kijönni a barlangból, amúgy direkt csináltam, csak azoknak mondom, akik ilyen amatőrök, és nem látják a zsenialitást a bénázás mögött. Na, és még ingyen lootot is kapunk. Egy kis kávé. Mondjuk ennél jobb loot is lehetett volna. Valószínűleg vissza fogunk menni. Illetve a kocsit egy kicsit rendbe kéne rakni. Van rengeteg mellékküldetésünk. Meg kéne nézni ezt a lezuhant repülős cuccot, mert ez így tetszik nekem. Mármint, hogy ez egy érdekes küldetésnek néz ki. Csak az konkrétan a világ másik oldalán van. Ami nem gond, csak lehet, hogy meg kéne nézni, hogy van-e valami a térképen közelebb, ha már itt vagyunk. Aha. Tisztítsd meg a területet. Ja, ez az Ashran és Terhi. Jó. Nehézség nagyon nehéz. Add ide. Na, ezt már szeretem. Meg kell tisztítani a területet, ki kell írtani mindenkit. Ez egy olyan küldetés, ami... Ouch, abszolút nekünk való. Jaj. Szerintetek Mersike még hányszor fogja beírni, hogy YouTube-on szokott nézni? Azt nem tudom. De én tudom, hogy hányszor amúgy egyszer se fogja többet beírni, csak kíváncsi voltam, hogy ti mit gondoltok, de... Szia, Lina! Lord Ferry, köszi a 10 hónapot, Dedic Sight, köszönöm szépen a 20-at, Csiga úr, kösz... Szép csapás volt. Szóval Csiga úr, Azbest, Bogyi Fett, köszönöm szépen nektek. Meg kell javítani a fegyvert. Attila! Aha. Iúság, de ez is mellékküldetés szerintem, amit kaptunk. Nem, ez főküldetés, akkor ennyit erről. Akkor el kell menjünk a kastélyba a néprajz kutató Attilának segíteni. Oké. Okay. Kaptunk akkor mi... Miért megy vissza a térképre? Beragadt valami? Jó. Akkor megyünk kastélyozni. Hol van kastély? Ó, még messzebb megyünk. Fasza. Lehet, hogy akkor félúton csak megállok és megcsinálom ezt a tisztítást, mert útba esik. Kecske? Nem, Attila. Azaz. Szia, Szilem! Csak nagyon kéne. Azt hogy akadtam föl? Mire akadtam föl? Na bazzeg. Oké, ez most kicsit gond, de nem szabad kétségbe esni. Éjj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 
némileg ezt nem volt betervezve. Ez nagyon nem volt betervezve. Anyád, de a kocsit ne! Hát a kocsit ne! Az Isten áldjon meg. Jó, ez... Höp! Ne dobálózz! Jó, azt szana szétverik szegény kicsi kocsimat. Jó, nagyfiú intézve. Nem gondoltam volna, hogy a tisztítás előtt ilyen tisztogatást kell végezni az út szélén, de látjátok, ezért nem szabad fölakadni a kocsival. Ez az. Megoldottuk, itt se vagyok. Na. Aha. Igen, szana szét van menve a kocsink. Már füstöl a buggy. Jó, akkor most mielőtt küldetésezünk, muszáj leszek autószerelőset játszani, ami nem baj, csak mondom. Csavarok. Gumi. Tömanyag üres. Ojajaj, hello! 44 HP, semmi gond. Mocsok Miki, köszönöm szépen a donation-t, és Dius, köszönöm a 16 hónapot neked. Köszi, köszi. Jó, ezt kéne megjavítani. Ja, ez már nem javítható. Akkor ilyenkor, ha elromlott az alkatrész, akkor szimplán csinálnom kell egy újat? I guess.
És akkor a régivel mi van? Ez így örökre itt marad a hátizsákomba, vagy mi? Nem lehet azt így szétszedni, vagy mi az Isten csináljak a nem kellő dolgokkal? Pörgésgátló alkatrész. Javítás nulla. Ez el tudom dobni? Szétszerelhető. Ja, szét tudom szedni. Ah. Tehát a simán, ami nem javítható, azt szét tudom szedni alapanyagokra. Oké. Ezt megjavítjuk. Fasza. Legalább szódával működik a Verda. Szódával elmegy. Ja, vagy eladom, igen. Az is egy opció. Én inkább szétszedem, mert csavartat tudjátok, és abból tudunk újat csinálni. Na, egyszerűbb szétszedni. Jó. Ez az. Megkerültük a tavacskát stílusosan. Használd a nitrót. Ja igen, melyik a nitró? Oké, a shift a nitró. Hello, fiúk. Hú, de nagy buli van itt. Hallom, hogy itt izé. Hajbóko? Ajjaj. Hányan vannak, basz? Ez nem volt egy... Aha. Nyugi. Egy pára jönnek utánam. A minimapot nem látjátok, hála Istennek. Higgyétek el, hogy jobb is. Hol lehet bemenni? Azt meg 15 HP. Apátok faszát! Mi ez a dam? Nyugalom. Mi az a holler ott középen, az a felirat? Az a boss HP-t ír valahol, vagy mi? Jó, szétszedve. Jó, valahol be kéne itt... Igen, itt valami olyan házi buli van, amire minket nem hívtak meg. De ne dobálózz! Zaklatnak. Igen, hagyj menjek be valahol, figyelj ide rám. Mindenhol itt ez... Itt be tudok mászni, csak fáj a testemnek. Aha. Jó. Na, szóval itt ezt a házat kell megtisztítsuk. Először föltörjük az ára. Ouch. Rám ne nyissa valaki az ajtót. Ez az. Egy kis kávé. Lehetne valami más is, most már lassan a dob. Hello! Mizu, Nessali! Ezek nagyon nem szeretnek itt engem errefelé. Beálcázom magam amúgy, teljesen jó. Blah. Így is bántasz, ugye nem? Hí! Jó, de... Engedj be! Engedj be! Engedj... Nem engedd be. Jó, nyugi, akkor B-terv. Azt anyád szentségit, ettől azért nem finom a jobb horog. Na. De dodzsoltam, haló? Én vagyok az, Mr. Dodge. Hello, Holler! Nézd meg a visszakézből, milyen csukkát vág rám. Nem esik le róla a páncél, ez csalás. Csalás! Hopp! De hát dodge. Mióta csal ennyire ez a videójáték? Megszédült! Megszédült! Ezt így nem fogjuk tudni leverni róla. Akkor B-terv. Jó. De hát hol? De hát miért? Nem értem, hogy a robbanó nyíl lerobbantja róla a páncél, de nem úgy tűnik. Igen, így kéne, de valamiért ez nyugi, hétele, idény elei forma. És már értem, miért volt nagyon nehézként megjelölve ez a küldetés.
Mert ugye leszoktam robbantani ezekről a sisakot. Hat-e rá az elektromos nyíl? Nem lehet ezt beszopatni olyan könnyen. Nem hat rá az elektromos nyíl, igen. Ilyenkor kéne megcsapkodni, mikor meg van szédülve, de... Jó, ez így nem fog működni. Te honnan jöttél, te parégy? Na gyere, dobjál! Nem tudom lecsítelni. De hát nem is ért el odáig, hát fullos! Na jó, akkor gyere ide! Gyere, bazd meg! Gyere! Gyere! De hát be se tud ide ütni! Most azt nem mondta, hogy átdobja a házfalat, mert magam alá szarok. Vannak ilyen gránátjaim? Volt valami nálam. Azt még azt a 19 DIY gránátot azért rádobnám, engedelmetekkel. DIY gránát, tudj. Add ide. Soszi! Na, ez van! Nem akar velem üzletet kötni. De! Azt, anyna! Ouch! Dögöljé el! Halljál meg! Fájjon a test! Na, ez most fáj neki! Végre valamitől lejjebb ment a HP-ja. Nem vagyok szánalmas, csak kezdő! Úgy vágjad alá, dobjad alá most, amikor szédül! Úgy! Peregjen! Fáj neki! Azaz! Szédül! Jön! Azaz, azaz! Meg van fogva! Jó. És akkor most hogyan tovább? Tette fel a streamer a kérdést. Tűzálló, ez minden baja van ennek. Dobjad? Valaki kitalálta a fejlesztők közül, bazzek, hogy... Gyere! De hogy nem... Hogy... Nyugi! Most már csak ilyen 150 gránát és megleszünk. De hol? Hát nem vagyok ott! Hát nem ér el és leüt. Nyugi, bocs. Nézd meg. Hát akkor 3 méterre állok tőle, bazd meg. Hát a szomszéd falu busz megállójába állok és elüt. Konkrétan nem veszi le a HP-ját, tehát hogy üthetem, mint egy hülye. Kis épület tetejére nem tudok fölmenni, mert minden le van szöges drótozva. Csinálhatok még gránátot, ha mindenképp meg akarom ölni, de mondjuk annyira nem érdekel a dolog. Csak idegesít, hogy miért nem sebzem. Eddig nem volt ilyen szintkülönbséges probléma, hogy valamit nem tudtam megölni, mert annyival magasabb szintű volt. Na most egy kicsit ez a helyzet. De nézd meg, onnan eldob. Viszont healt kéne csinálni, mert kezdek kifogyni. Tervrajz. Nyomjátok a lefelét is! Ne menj túl messzire, mert visszatöltödik a HP-ja. Na, még az kéne. Igen, az a kő az a levegőbe megcsavarodik. Ilyen léghajlító. Az utolsó léghajlító. Jó. Tudok csinálni ilyen legendás aknát. Meg molotovot, mérgezőgránát, shrapnel, de ne akar. Az ellövünk rá mindent. De mondja! Na jó, ez bugos. Ez most eddig vicces volt, én értem. Na tök mindegy, hova dob el talál. Nem az a baj, hogy nehéz, csak... Jó, ez nem sebzi. Ez se sebzi.
De még a... A gépfegyver ír ilyen számokat, de... No, ez így nem lesz jó. Valószínűleg annyira magas szinten van, hogy egyszerűen ezt így nem lehet megcsinálni. Az baj, hogy a házakba se tudok bemenni. Úgyhogy ezt a küldetést most itt hagyom. Szégyen szemre, szégyen gyalázatra. Ezt a küldetést itt hagyom a vérbe, mert csak az időnket húzzuk. Te csihagyjál le, kösz. Ez így nem szórakoztató. Seb ez a fegyver. A gépfegyvernél láttam, hogy sebzi. A mini fegyvernél nem láttam, hogy sebzi. De igazából leszarom, mert nem vagyunk muszájuk megcsinálni ezt a küldetést. Igen, ott valószínűleg föl tudnád, tehát hogy... Be lehet így menni, ha nagyon akarok, de... Igazából tök mindegy, mert a küldetés az, hogy öljen meg ezt a nagy culát, tehát hogy... Nagyon akarom, itt kilútolhatjuk a dolgokat, de... Meh, inkább haladjunk. Oh, hello! Utánam jött azért a vendégfogadó sereg. Na, ne ijesztegessél, jó? Viszlát. Üzemanyag nincs. Verdát után töltjük. Aztán szevasztok. Na, irány a main küldetés. Nem voltunk ma túl hatékonyak eddig, srácok, lássuk be. Hello! Nem akarnál leszállni? Köszönöm. Tü-tü! Ahogy a kisfiam mondja, tü-tü! És milyen igaza van? Jó. Merre menjünk? Megnézzük GPS úti terv, Nessali módra, itt elvégmünk egyenesen, aztán jobbra a főúton végig. Jó. Adácsi Csergős, jó reggelt! De kényelmes alvás volt. Hello, hello. Itt elmegyünk jobbra. És akkor itt tudunk menni sokáig. Most mi bajotok a vezetésemmel? Majd a vezetést azt megtartjuk délutánra. Most ne a vezetést nézzétek, azt majd délután nézzétek. Mindjárt ráküldöm a nitrót, csak... Óvatosan kell. Szevasztok, Jenőék! Na, mi a helyzet? Kapta? Jó, egy kilométerre megyünk. Ginkgo biloba, köszön! Az robbanós! Igen, hát ennyi erővel el is üthettem volna a faszba. Mr. Vendetti, köszi neked is a 9 hónapot. Ilyen ugrálós gyerekek. Viszlát. Azért vezetés közben ez a köszöngetés talán nem biztos, hogy a legcélszerűbb megoldás. Dius Mr. Vendetti, Ginkgo biloba juice, köszönöm szépen nektek, srácok. Köszi, köszi. Na már megint meg kéne javítani a kocsit. Jó. Ez ment tönkre. Javítás, nem? Javítás. Mi a gondod? Ja, nincs csavarom. Akkor eddig mit gyűjtöttem? Csavar. Csavar. Benga nincs. Csavar. Csavar. Hello és szia. Elszázom magam, mert nem akarok itt fölöslegesen balhézni. Hello, nem én vagyok az. Nem én vagyok az a droid, akit kerestek. Hú, de sokan vagytok itt, bazeg. Jó, menjünk. Kihagytál egy zombit. Na. Nagyon rosszak vagytok ma. Semmi gázelvétel. Ahogy kell, nyíl a gáz, ahogy Pisti mondta. Jó. Megjavítottuk a motrot. Igen, hát a felfüggesztés az visít, majd azt is meg kell.
Na, azt mondja, itt van egy csatlakozás a nagy autópályára, de az ott véget ér. A vonat síneken el tudunk menni. Lefelé, aha. Tudom, hogy hova megyünk, már voltunk erre felé. Sőt, már klip is készült erről a nagy autópálya felhajtásról. Elnézést. Itt lemegyünk, ez az. Tökéletes, így akartam. Jó, és akkor itt lesz egy híd valahol. Majd. Ha minden igaz. Ott ez egy robbanós, azt kikerüljük. Ez az. Mondom, hát már fejből ismerem a mapot. Így. Pedig csak a main cuccokat csináljuk. És arra megyünk, igen. Mi lesz a délutáni menetben? Kérdezi Levi. Levi! Nem tudom, Levi, fogalmam sincs. De ha lenne fogalmam, a menetrendbe keresném a megoldást egyébként. Na! Helyben vagyunk. Aha, hát ez a kastély, ez egy népszerű turista. Aha! A turista központ, ezt akartam mondani, csak itt nincs idő beszélni, gondolkodni. Aha! Jó van, gyertek csak, fiúk, semmi gond nincs ezzel. Aha, most... Na, ki kezdődik? Ha megint mindenki dobál, bassz meg, srácok! Na. Ez olyan dobálózós nap. Többet vagyunk a földön, mint amennyit haladunk előre. De ezek a visszatérő streamek mindig ilyenek. Jaj, Isten. Jó, oda másszál föl. Akkor ne. Ha kicsit hadd igyak, hadd pihenjek meg. Tudjátok mit addig? Hát most nézd rá erre a csodálatos streamerre. Totál megérdemelni a 499-es szubodat, vagy esetleg a Prime Gaming feliratkozásodat. Ne várj tovább, tudod, hogy akarod, most különösen megéri. Úgyhogy legyél a közösség tagja, várnak a remek emóták, iratkozz fel, köszi-köszi. Azért a stream deckkel le van lassulva. Igen, ez a Holler volt szerintem, aki megdobott az előbb, tehát az előző párhasztól idáig eldobott. Ja, láttam, hogy nem volt transition, de szerintem csak bug volt. Hát most nézd rá erre a csodálatos streamerre. Totál megérdemelni. Jó, Kussai Klári, köszi. Működik csak. Én most kipihentem magát itt a streamer gép is, tudjátok, aztán akkor működik, amikor véletlen olyan kedve van. Na! Be kell jussunk ebbe a kastélyba. Találni kell valahol egy jó kis bejáratot. Nincs ilyen titkos alsó bejárat? Valami csatorna? Gyanítom, hogy nem az ajtón kell besétálni. De majd itt mindjárt kiderül, hogy mi van. De milyen szép nyaraló van itt a semmi közepén. Aha, föl van festve a dolog. De egyébként pontosan mit akarnak itt tőlem az arctalanok, az nem derült ki. Lehet, hogy valami ablakon kell majd. Vagy lehet, hogy itt van egy titkos bejárat itt. Hát nézzem. Aha! Aha! Hű! Elsőre. Tudtam én, hogy itt valami alsó megmozdulás lesz. Nagyon szép, ilyen szakrális áldozó helynek tűnik ez a barlang. Aha. És akkor innen be tudunk menni. Ez az. Meg kell tanulnunk Attilát. Hol vagy, Atesz? Nagyon misztikus a zene. Miért van olyan érzésem, hogy Attila kapta halt?
Tisztítsd meg a területet, kapcsolt fel az áramon. Hát kösz. Mitől kell megtisztítsam a területet? Kicsit előre teleportáltunk. Haló? Milyen kellemes zene szól. Na maszkot, azt vittem. Ezzel most már be tudunk épülni közéjük. Jegyzetek. Azt nem kéne magamra robbantani. Haló? Négy lába van asztal, de nem szék. Ez zárva van. Ja, ez innen kinyitható, jó. Gonosz démonoktól megtisztítsuk a testét, exercise book. Azt hittem, egy cookie van fölrajzolva, de nem. Biztos, hogy valami szuper zombivá változott. Meg kell találjuk a biztosítékot, vagy mit. Darts, kiváló. Gondolom ebből egy safe house lesz, ahogy nézem a felépítését az épületnek. Atesz! Semmi. Atesz! Budin vagy? Nem. Kicsit ilyen kozsó lakás ez, nem? Vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. You come to kill me? Fine. Go ahead. Nem, nem túl szívbajos. Have you come to kill me? Fine. Go ahead. My name's Kyle Crane. The mother is worried about you, Attila. She sent me to check on you. Make sure you're okay. I am most certainly not okay. You can tell her that there will be no book. I've hit a wall. I'm just a dying old man, not Indiana Jones. Dying? Did you ask the mother for help? She doesn't have the cure for cancer, I'm afraid. My days of field work are over. Rákos a bácsi. The problem is, and I'll quote Hamlet here, everything is fucked up. Come, sit. Have a drink with me, Mr. Ígyunk. Crane. Listen, if it's the field work that's stopping you, just... I can go out and get whatever you need. Például. I don't know what you're researching, but the mother really wants it finished. Ez nem Tilla-Tilla, hanem Csilla-Tilla, igen. Yeah, sure, just make a list. It would certainly help if my electricity were restored. If I'm going to do this, I'll be looking at some very long nights. Well, I can take care of the power, but you're on your own for coffee. Jó, szóval az a helyzet, hogy itt van ez a bácsi, aki valami nagyon fontos kutató munkát végez a Mothernek, de hogy beteg, ezért már nem tud semmit csinálni, mert haldoklik, úgyhogy felajánlottuk, hogy mi segítünk neki, nyilván, mi csináljuk a piszkos munkát. Kezdésnek például vissza kell állítani az áramot az úriembernél, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni. De gondolom, aha, elromlottak a kábelek. Jó, megcsinálom a kábelokat, értek mindenhez, csak valami gyorsabb kijárat kéne erről a helyről, tehát hogy nem akarok a barlangon keresztül kimászni állandóan. Bár könnyen lehet, hogy muszáj leszek, de hogy nem lehet egy bejárati ajtót kinyitni? Mondjuk ezt, köszönöm. Willy bácsi! Igen, kicsit van ilyen Willy bácsi vibe-ja. Na jó. Akkor menjünk. Kábelszerelő kisiparosként is megálljuk a helyünket. Ó, a kardunk meg mindjárt tönkre megy, srácok. Rip kard. Na, itt vannak a kábelek. Ez így nincsen túl gondolva. Rá van ez dugva a generátorra egyáltalán? Nincsen túl fenszízve az áramellátás. Na most ez ide föntre fog dobálni. Ez itt jó, de innen hiányzik egy biztosíték. Így akartam. Nem állok leverekedni, ameddig nem muszáj. És akkor itt a kábel vége. Hű, az... Az meg az olimpiára készülsz. Valószínűleg nem, ott fönt kéne megcsinálni a dolgot. Szerintem ott a toronyba kell.